Természetesen még ugye egy tétmérkőzésünk van. Arra próbálunk minél jobban felkészülni, ez segíti majd a pénteki luxemburgi vendégszereplésünk is. Hát szerintem mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a három pontot bezsebeljük, hiszen ez a lényege, ugye, ami már a holland mérkőzéstől eltelve a felkészülést illeti. És hát reméljük, hogy ezzel a három ponttal azért mégiscsak vigabban mehetünk majd a nyári szünetre. Reményeink szerint ezen a két mérkőzésen, ami előttünk van, tényleg a támadás befejezéseket tudjuk majd gyakorolni. Hát majd most az elkövetkezendő napokban lesz az, amikor erre szerintem majd hangsúlyt fogunk fektetni. Reméljük tényleg, hogy úgy fog kijönni, ugye már pénteken is, de hát a legfontosabb az, hogy kedden mi fog történni, és reméljük, hogy ott is azért sikerült megmutatnunk, hogy papíron mi esélyesebb csapat vagyunk. Azt mondom, hogy elégedetten tudunk visszanézni az elmúlt szezonra, hiszen bár volt, amikor olyan időszakot éltünk, hogy hátrafelé kellett nézegetnünk, tehát a kiesés veszélye fenyegetett minket, de végül is 9-ként zártuk a spanyol első osztályt, tehát összességébe véve abszolút pozitívnak tudom elmondani mind a csapat, vagyis hát mostani szezonját, illetve ami engem illet, én is azt mondhatom, hogy sikerült hasznos része lennem az Osasuna gépezetének.